Akár a Jobbikkal is elképzelhetőnek tartja a baloldal együttműködését a nemzeti együttműködés rendszerének lebontása érdekében Haraszti Miklós, az SZDSZ egyik alapítója, az EBSZ volt média biztosa. A Szabad Szemmel vendége Haraszti Miklós. Vendégünk Haraszti Miklós volt rendszerváltó liberális politikus, 2010-ig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet sajtószabadság felelőse, aki provokatív felvetéssel állt elő a minap, szerinte az ellenzéki pártoknak a Jobbikkal együttműködve ki kellene kényszeríteniük egy új arányos választási rendszer bevezetését. Amennyiben pedig ez nem sikerül, akkor bojkottálniuk kell egységesen a választásokat. Jó estét kívánok! Nyilván ön is tudja, hogy amit ön felvetett, az némiképpen emlékeztet arra, amiért Karácsony Gergelynek nem is olyan régen a fejét leharapták ellenzéki oldalon is, hogy a Jobbikkal, az úgynevezett demokratikus pártok nem működhetnek együtt, még a Fidesz-el szemben sem. Miért más az, amit ön javasol? Hát ez az Orbán álma, a legszebb álma, ezt hívják centrális erőtérnek, hogy semmilyen kérdésben ezek a pártok nem foghatnak össze, és akkor az idők végezetéig a jelenlegi aránytalan választási rendszer adta túlhatalom, alkotmányozó hatalom segítségével verheti még ráadásul pökenni módon féltéglával a mellét, miközben csak egy aránytalan rendszernek, és ennek a semmilyen kérdésben való összefogási lehetőségnek a révén teszi ezt. Karácsony Gergő egy teljes politikai összefogást javasolt első menetben, amely után lesz egy szétválás, egy esetleg új alkotmány, mindenképp új választási törvény, és akkor indulhat a valódi verseny túlhatalom nélkül. Ez ugyanazért nem lehetséges, amiért nem lehetséges a balliberális oldal összefogása, miközben kétségtelen, hogy a jelenlegi aránytalan választási rendszer megköveteli, hogy összeálljanak, hiszen akkor csak a második helyzet rúg még labdába egy ilyen rendszerbe. Amit én javasolok, nem javasolok, a kívülálló, hogy mondjam, könnyed privilégiumaként megállapítom, hogy ez reménytelen. 2018-ban tényleg a ránk támadó marzslakóknak sem kívánom, ami az országra jön, mert megvan megint a kétharmad. A jelenlegi választási rendszer mellett egyik pártnak sincs valójában esélye, hogy a 20%-on jelentősen túlépjen, ha egyáltalán eléri. Ezzel szemben a 40%, amivel a legutóbbi választási rendszer igazítása után már megint kétharmadot érte el Orbán, az megvan nekik. És a jelenlegi választási rendszerben az első és a második helyzet különbsége söpör és csinál kétharmadot. Amit én javasolok, az egy valóban a Gergő technikai igazításához képest még technikai dolog. Együtt, komolyan, és nem a Jobbik, hanem minden párt, minden nem kormányzó párt, az összes baloldali párt, az összes frakcióval nem rendelkező párt, az LMP és a Jobbik is, egyetlen egy technikai kérdésben fogjon össze, térjenek vissza 2011-hez, amikor megpucsolta őket a Fidesz. Most olvastam el újra a parlamenti jegyzőkönyvet, minden egyes párt követelte, hogy a 200 fős parlament alkalmából, amellyel mindenki egyetértett, arányos rendszer jöjjön. Ezt semmibe vette a Fidesz, most ugyanezt kell csinálni a Fidesszel, együtt ki kell kényszeríteni, hogy térjünk vissza az arányos rendszerhez. És ugye azzal lehetne kikényszeríteni ön szerint, hogy amennyiben ebbe a kormányzó párt nem megy bele, akkor az ellenzékiek bojkottálják a választásokat, és abból világra szóló botrány lenne. Igen, de nem mondaná azt nagyon könnyen egy ilyen esetben a Fidesz, hogy de hát tessék körülnézni a világban, vagy akár Európában. Aránytalan választási rendszerekkel van tele a világ, és persze, ebből még nincsen persze, botrány. Hát az egyik, a magyar ellenzék felháborítóan viselkedik. Az egyik tévedés az volna, hogy ezt egy jogvitának vagy célszerűségi vitának mi a jobb, az arányos, ez nem erről van szó. Arról van szó, hogy a kommunizmus után először, 2014-ben egy kormányzó párt megint az összes többi párt akaratának a figyelembevétele nélkül ment neki a választásoknak. Ha ezt még egyszer megengedik a pártok, abban az esetben mennek a vágóhídra és viszik a magyar társadalmat is. Mert ebben az esetben ismét kétharmad lesz, alkotmányozó hatalom,
akár elnöki hatalom, és hadd ne részletezzem. Na de ha ezt egyszer megengedték, akkor azzal nem legitimálták is mindegyszerre? Ők is tanulhatnak. Ők is tanulhatnak, megtanulták Orbánt, megtanulták az illiberális rendszert, megtanulták, milyen a puha diktatúra megint, milyen a pártállam megint. Ebből tanulniuk kell, mert különben 4 év múlva ugyanezt a beszélgetést fogjuk mindnyájan folytatni. Ugyanis illúzió, nincs rá esély, hogy a jelenlegi választási rendszer mellett a centrális rendszer adta összefogási kényszer és összefogási lehetetlenség mellett ebből kilábaljanak. Tehát az én javaslatom egy kétségbeesett gondolatkísérlet, kétségbeesett azért, mert látom, hogy milyen állapotban vannak a pártok, mint sokan mások, és azt gondolom, hogy ha az arányos rendszer ki tudják kényszeríteni, akkor a következő előnyök keletkeznek. És utána egy pillanatra a bojkotra még, ami szintén főcímként szokott szerepelni emellett a gondolat mellett, a Jobbikkal való állítólagos szövetség mellett, ami nem áll fönn. Ugyanis az első számú előnye ennek, nyugodtan harcolhatnak utána egymás ellen. Most összefogási kényszer van. A Jobbiknak is, az LMP-nek is, minden olyan pártnak, amely nem akar politikailag összefogni a baloldallal, és ez szívük joga, közös érdeke, hogy utána önmaguk lehessenek. A választóknak érdeke, hogy a szívük választottjára szavazzanak, anélkül a félelem nélkül, hogy indirekt módon ezzel a Fidesz újabb túlhatalmát segítik meg. Nem kell válogatniuk, és automatikusan összeadódik az erejük. Miért? Mert arányos rendszer mellett 40%-kal csak 40%-nyi mandátumot lehet szerezni, nem lehet kétharmadot szerezni. És ennek a megakadályozása, meg annak a létrehozása, hogy ne legyen összefogási kényszer, mégis összeadódjon az erejük, ez a két első nagy előny. A harmadik a civil társadalom állapotával kapcsolatos, és a negyedik, hogy el ne felejtsem, a külföld reakciójával. És mi történik akkor, ha a bojkott fenyegetést be is váltják, vajon, ez is egy félelem szokott lenni, vajon nem történik-e meg akkor az, hogy a Fidesz azt mondja, hogy nem kényszer a disznótól, majd egyedül uralkodom, egyszer már mondta, hogy nem szükséges az ellenzék. Ugye? Tehát az elsőre azt mondom, a civil társadalom 3 dolgot elért. Pártosodni nem tud, mert be kéne állni a jelenlegi pártok mellé, akik a múltat képviselik, vagy akikkel nem akar összefogni. Ezzel szemben semmit rólunk nélkülünk, ezt mondja, ezt nem érte el az ellenzéki pártok tudatállapota, másodszor teljes összefogást akarnak, és harmadszor a civil ellenállás, a polgári engedetlenség eszközét is hajlandók bevetni. Ennek a megfelelője az, hogyha a parlamentarizmust bojkottálják az ellenzéki pártok, amennyiben a Fidesz még egyszer diktátumos pártállami választási törvényel akar neki menni a választásnak. És amit ígértem, a negyedik elem, ez nem egy csip-csup kivonulás volna, hogyha ebben az esetben bojkottot határoznak el. Ugyanis a jogállamiság szűnik meg. Magyarország az európai chartát, az alapszerződéseket aláírva egy olyan bonyolult rendszerbe lépett be, ahol parlamenti ellenzék nélkül megszűnik maga a jogállamiság. Nem lehet Magyarországgal tárgyalni, nem lehet Magyarországgal szerződést kötni. A hírhedett orbáni büszkeség, a stabilitás szűnik meg, amelyet a jelenlegi ellenzéki pártok mókus kerékszerű együttműködése biztosít a parlamentben. Az, hogy bemennek oda, annak ellenére, hogy egy olyan választási törvénnyel mentek be, amelynek egyetlen célja van, hogy ők semmik legyenek, és ezzel a választási törvénnyel együttműködve szavazótöltelékként, szavazógépként és stabilitás biztosítékként szerepelnek. Tehát azt mondja, hogy ha az ellenzéki pártok el tudnák hitetni a kormányzó pártokkal, hogy ők valóban képesek a bojkotra, akkor erre soha nem is lenne szükség, mert ezt nem kockáztathatja a Fidesz. Tudom is, hogy hogyan tudnák elhitetni, nagyon egyszerű trükk. Ne tudjunk róla. Készen álljanak elő ezzel a gondolattal. Végre egyszer ne a sajtón keresztül üzengessenek, hanem füstös szobák mélyén állapodjanak meg arról, hogy nem tűrik tovább
a választójogi diktátumot itt Európában. Na most van egy nagyon érdekes mondata önnek arról, hogy mi történik akkor, hogyha ezt tegyük fel, sikerül. Ugye azt ön sem mondja, hogy ebből az következik rögtön, hogy megnyeri valaki a választást, aki nem a Fidesz, de azt mondja, hogy legalább arányos rendszer miatt Orbán pártját vereséggel felérő koalícióra lehet kényszeríteni, vagy akár ellenzékbe. Na de a jelenlegi palettáról ki az, aki koalícióba lépne a Fidesz? A legfontosabb ez, hogy akár ez az opció van, akár az, hogy ellenzékbe kényszerül, ez Orbán talanítást jelent. Tessék megérteni azt, hogy ha ez megtörténik, a Fidesz a túlélése véget, akkor beáldozhatja Orbánt. Amennyiben ez nem történik meg, akkor természetesen nincs előrelépés, de hát megtörténik tekintettel arra, hogy Orbán Viktor, a jó Isten nem arra teremtette, hogy ő kényszerkoalícióban, vagy pedig ellenzékben politizáljon azután, hogy megváltotta tehát a világot. Tehát egy Orbán talanított Fidesz-szel már akár koalíciót is lehet természetes kötni? Természetes, és ez alól nincs kitérés. Az illúzió, hogy egy újabb rendszerváltás, egy újabb teljes fordulat következik be. Az Orbán pártja, ezt látni kell, ez a realista része, egyébként az én javaslatom is realista, annak ellenére radikális. Realistán látni kell, hogy az Orbán pártja nagyon-nagyon sokáig velünk fog maradni, ahogy a Horthy... Orbán nélkül micsoda? Ahogy a Horthy pártja is velünk van, meg a Kádár pártja is velünk van. És egy Orbán-talan Fidesz az tulajdonképpen az milyen? Az esélyt kap arra, hogy visszaváltozzék egy közép-jobb pártra. Esélyt kap arra, hogy a konszenzus demokrácia jegyében egy valóban konszenzusos alkotmány, egy valóban konszenzusos választójog, egy nyílt harc legyen, de nem az a hideg polgárháború, ami most folyik, nem az a Európa elleni hideg polgárháború, vagy hideg háború, amit folytatnak, nem az a fű alatti egyezkedés a putyini diktatúrával, ami most folyik, és itt tovább. De most Orbán Viktor vesztett már el választásokat, és most azért a jelenlegi számokból, meg az ön okfejtéséből is az világos, hogy itt fölcsúszamlásszerű ellenzéki győzelemre még egy arányos rendszerben sem lehetne számítani. Hát miért gondolja, hogy az Orbán Viktor távozásával lenne ezúttal egyenértékű? Tovább lehet lépni ezen a szegény Magyarországon. Nincs kitérés az elől, hogy a pártoknak együtt kell működniük. Nincs kitérés az elől. Az a kérdés, hogy a liberális, konstitucionális demokrácia jegyében működnek-e együtt, vagy nem. Ezt kell kikényszeríteni, és ez csak egy arányos választási rendszerrel lehet kikényszeríteni. Sajnos már csak 3 percünk maradt, de egykori média biztosként nagyon érdekes a véleménye arról, hogy ennek a rendszernek, amit kritizál, a médiára vonatkozó része most hogy áll? Egyáltalán médiaháborúban élünk? Hát nem, a fele úton vagyunk a putyini médiarendszer megvalósítása, vagy a kazak, vagy a tadzsik, vagy a belarusz médiarendszer megvalósítása felé. Nem annyira a médiatörvény miatt, hanem a fölvásárlások és a gazdasági kényszerek, például a hirdetés irányítás miatt. Ezeknek a rendszereknek, illiberális rendszereknek a lényege, hogy a képernyőkön investigatív anyag ne jelenjen meg, korrupciós hírek ne jelenjenek meg, azok szétszóródva az interneten a különböző lájkok világába jelenjenek csak meg, és ez a monopólium a tévében és a fragmentáció, a szétszóródás az interneten tartja életben az ő információs rendszerüket. Ebben a tekintetben van jó hír Magyarországon. A képernyőkön a pluralizmus tulajdonképpen helyreállt az RTL klub lázadásával, a Simicska birodalom lázadásával, és az ATV már nem az egyetlen tévé, ahol rendes híreket lehet hallani, és a klubrádió ugyan még mindig az egyetlen, de ezzel szemben az esti híradók világában megjelentek a valódi hírek, a korrupciós hírek. Ezek potyognak be a tudatba, és hiába van ez a gigantikus siker a xenofóbiának a mozgósításával a menekültügyben, valójában a Fidesz neve most már korrupció, és ebben a tekintetben nem tudta elérni a putyini standardot. Tehát akkor a Fidesz ön szerint vesztésre áll ebben a médiaháborúban, nem éppen térnyerésben? Hát mondjuk még egy ilyen, a médiaháborúban vesztésre nem áll, mert közben hatalmas erőfeszítéseket tesz, hogy saját szórakoztató tévét hozzon létre, annak ugyanazt a funkciót adja ki, amit a putyini rendszer, az a magántévékben kell az ellenzéket rágalmazni, az ellenzék ellen kampányokat folytatni. Ez már megindult a konkurencia
meg nem nevezése mellett, ugye állami pénzen az oligarcháinak vásárol egy tévét, és abban folyik a rágalom hadjárat. Ebben a tekintetben jelentős lépéseket tesz, de legalábbis egyenlő most a helyzet, és ez bizony a külföldi tulajdonnak köszönhető. Annak köszönhető, hogy az RTL Klub ki tudott tartani, és ezért is nem véletlen, hogy Simicska például most az amerikaiaknak adta el az országos rádióját, az országos zenerádióját. Klassz FM-et, a Sláger Rádió korábbi tulajdonosa. Mert akkor úgy nehezebb elvenni. Ennyi előnye bizony van az orbáni pávatáncnak, hogy benn vagyunk Európában, mert ez egy európai védelem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, nem csak ma, de az elmúlt időszakban folyamatosan, most ugyanis nyári szünetre megy a Szabad Szemmel. Szeptemberben várom önöket újra, remélem találkozunk, viszontlátásra!